Szép jó napot mindenkinek! 2021. február, újra Polgári Klub, újra innen, Leánfaluról. Ha jól körbenéznek, akkor láthatják, hogy még mindig zajlik a felújítás. Azt is mondhatnánk, a gép forog, az alkotó, az alkotók pihennek. Mi azonban nem pihenünk, készítjük második műsorunkat, ami reméljük, hogy hasonló nézettségi számokat fog produkálni, mint az első, és hasonlóan pozitív visszajelzéseket kapunk majd, mint akkor. Pedig hát nem vagyunk könnyű helyzetben, mert maga a műsor színházi keretek közé lett álmodva, és hát így az online térben mindig kicsit bizonytalanok vagyunk, hogy vajon a helyünkön vagyunk-e. Ma partnerünk a Csevelyben Gulyás Géza lesz, a Székesfehérvári Törvényszék büntető bírája, régi kedves barátom. Géza régi dunánkanyari motoros, hiszen már a családja is kötődött Leányfaluhoz, ő maga pedig itt telepedett le. Ha minden igaz, Géza bent tartózkodik már a színházteremben, hiszen bent Vaszlavik az ember László, állandó műsorvezetőtársam, és egy vendégművésznőnk, Póka Éva, aki ugyancsak Leányfalu lakója, egy kis ajándékkal kedveskedik Gézának, mert hogy Gézáról tudni kell, hogy az egyik hobbija, sőt, talán az egyik legnagyobb hobbija a színház. Azon belül is a könnyű műfaj az operett. Úgyhogy mi úgy gondoltuk Gazival, hogy átadunk neki valamilyen ajándékot, ami ehhez köthető. Bent pedig a színházteremben Géza várja már az előadást, az ajándékot, amit Póka Éva és Vaszlavik Gazember László nyújtanak át neki. Az életedben, hogy lezártak egy komplet színház tervet, hogy bástya elvtárs mulasson? Nem, ezek szerint ez jár nekem, gondolod? Igen, én azt gondolom, hogy ki jár. Nagy nyilvánosság előtt mégsem merem én ezt kijelenteni, de köszönöm, jól esik, hogyha így látod. Gézám, vágjunk is a közepébe. Honnan ez az őrült színházi rajongás? Szülői, családi vonalról, mint oly sok minden. Apai nagyanyámról mondták, hogy mocorog benne némi tehetség, ő teljesen más pályán mozgott, de kifejezetten egy életigenlő és a művészetek iránt érdeklődő asszony volt, illetve az ő testvére, akinek nagyon komoly színészi ambíciói voltak, csak hát ugye ott abban a családban azt úgy fogták föl, ne arra, úgyhogy Csepű Rágó kisfiam, a mi családunk. Szó nem lehetett róla. Nem. És akkor ő is teljesen más részén találta meg a boldogulását az életnek, de ez a talán de unokájára maradt egy kis tehetség.
Hát valami nagyon szűkre szabott, nem is gondolom. Volt azért ne szerintkedj, mert én úgy tudom, hogy voltak kisebb sikereid is annak idején. Amikor a továbbtanuláson törted a fejedet, akkor még ez is szóba került. Fölmerült a Nemzeti Színház stúdiója, el is mentem felvételizni ott. És fölvette? Föl, de azt már meg nem mondom, nem kezdtem bele persze utána, de meg nem mondom, jogra is fölvettek, és akkor onnan mentünk tovább, vagy arra mentem tovább. Azt már nem tudom, hogy én ott mit szavaltam és hogyan, de minden esetre a színház rajongás, színház iránti rajongás olyan méreteket öltött az én gimnazista koromban, hogy most ezt nem túlzok, éveken át heti legalább két, de inkább három alkalommal egyedül is olykor eljárogattam színházba, sőt egy füzetbe színházi gyűjteményt készítettem. Azok a jegyek még nem olyanok voltak, mint a maiak, tehát sokszor a darab címe sem szerepelt ott, úgyhogy én magam írtam minden jegy alá, hogy mi volt a darab címe, mikor láttam és kik voltak a főszereplők. De ha jól tudom, akkor nem csak a könnyű műfajt szeretett, hanem a veretes prózai műveket is. A régi nagy színházi idolok, azok neked is a kedvenceid. Hogyne, hát persze. Latinovics Zoltántól Pécsi Sándoron át Domján Editig, Básti Lajosig. Valahogy az a 60-as, 70-es évek színész generációja, magyar színész generáció olyan volt, de jónak mondom, hiszen jobban tudod, mint én, hogy az valami aranykor volt. Talán az a magyar színház művészet aranykor volt. Erről és sokszor, a film is. Sokszor, igen, és sokszor szoktunk erről beszélgetni, hogy sajnos ez már a múlt ködébe vész. Igen. Az az igazság, hogy ugye maradt a színház bajárás, mint a színházzal való egyetlen kapcsolat nekem ma már, elméletileg. Most már abból is lassan kezdek kikopni, mert valahogy ez a mai színházi élet, és az, amit sokszor művészetnek hívnak a színházban, azt én már nem művészetnek. Nem érzed magadénak? Nem, egyszerűen trágárságnak, dekadenciának tartom, tisztelet a kivételnek, olyan is van. Már ez nem ugyanaz, mint csak az én gimnazista koromban sem. Akkor még azért Sinkovics Imréket, meg Kállai Ferenceket lehetett látni a színpadon, és valahogy sosem éreztem, hogy ők valami méltóságon aluliba mentek volna bele, és a színpadon bármiért szégyenkezniük kellene, vagy a való életben azért, amit a színpadon nyújtottak. Most már nem egy darabot láttam azóta, ahol ez nem így van. Hát igen, ez sajnos nekem is nagy szívfájdalmam, hogy tulajdonképpen az a régi klasszikus magyar színházi élet, amit valóban ezek a nagyok fémjeleztek, mint Sinkovics, Besenyei, Latinovics, Pécsi Sándor, Márkus László, hát mekkora egy hatalmas művész volt, és hogy ez a fajta klasszikus színházi látásmód sajnos kikopóban van a mai magyar színházi palettáról. Igen, úgyhogy ebben mindig meg szoktunk egyezni, és mindig jól elbusogunk rajta. De hát ez van, ezt dobta a gép, ezt hozta az élet. Gézám, kérlek, fogadd el tőlünk a második kis ajándékunkat. Amit, második is? Na, szuper, igen, egy kis dalt Pókai Viéktől, Gazitól, ezzel készültünk neked, mint átnyújtandó ajándék. Úgy, köszönöm szépen. Akkor hallgassuk is. Köszönjük szépen! Fogadd el, légy szíves, tőlünk a gázsidat, és köszönjük, hogy részt vettél bennünk ebbe a kis hókamókába. Úgyhogy köszönjük nagyon még egyszer, már sokatszor köszönjük szépen. Mi pedig megyünk és tovább beszélgetünk Gézával. Géza, gyere! És hát én azt javaslom, hogy tegyünk egy kis sétát a Dunapart fele, és onnan folytatjuk majd a beszélgetésünket. Jó? Megyünk a bátot. Megyünk a bátot. Szóval kijöttünk ide a szabad ég alá, és teszünk egy sétát a Duna irányában, és itt tenném föl azt a kérdésemet, amit tulajdonképpen minden egyes riport alanyunknak eddig föltettem, annak az egynek, aki volt, dr. Vitályos Eszternek, és most neked is.
A dunakanyari szerelem az hogy indult? Hogy kerültél ide? Mesélj valamit a gyerekkorodról, Géza. Hát ugye négy évtizedes lassan az egésznek a kezdete, négy évtizedre nyúlik vissza. Akkor kerültem ide a szüleim révén és apai nagyszüleim révén. Akkor vettek itt egy kis házikót, amit aztán részben lebontottak, újjáépítettek, és annak a helyén áll az az épület a mai napig is abban a formában, ahogy az ott akkor megszületett. És hát ott töltöttük testvéremmel a gyerekkor nagy részét, téli szünetek, nyári szünetek, hétvégék. Sőt szabad ne feled, igen, én úgy hallottam, igen, hogy laktam igen, igen, is, igen, és jártál ide is. És jártam ide iskolára is, igen, pontosan. És hát azóta sem lettünk ugye hitlenek a faluhoz, itt a hegyoldalban fönt lakunk. És itt telepettetek le. És itt letelepettünk. És családoddal. Igen, és hát megismertünk jó barátokat, ugye például. Milyen jó sétálgatás, beszélgetünk. Nos, Gézám, ha jól tudom, akkor te Székesfehérváron dolgozol is. Innen a Dunakanyarból jársz le nap mint nap. Hát, ha nem is nap, mint nap, de egy héten többször, igen, igen. Milyen egy átlagos heted? Mert ez kilométerben azért elég jelentős. Elég jelentős, igen, de azért az útnak az odafelé része az nem különösebben izgalmas, hát hiszen az M7-es mindenki jól ismeri. Visszafelé szoktam azt csinálni, hogy hátulról Számolj, Bicske, Csákvár felé jövök, és akkor így Esztergom felől érkezem haza. Hátulról az egy... támadod a Dunakanyar. Abszolút, hátulról támadom, és ennek nagyon nagy előnyei is vannak. A múltkor például jöttem haza múlt héten, és egy már sötét volt, egy hatalmas szarvasbika vonult át az úton előttem Pilismarótnál. Igen, ez neked valóban különös élmény, hiszen vadászember hírőben. Igen, igen, igen. Na majd erről is beszélgetünk, de maradjunk még egyelőre itt a kilométereknél. Tehát Székesfehérvár, Dunakanyar, és én úgy tudom, hogy büntetőbírói tevékenységeden kívül te vizsgáztatsz is, méghozzá Debrecenben. Így van. Hát így meg aztán egy kilométer orgiáról beszélhetünk, amit neked mondjuk egy hónapban, egy vizsgáztatós hónapban meg kell tenned. Igen, bár azért a vizsgáztatós hónapok azok ugye igényszerűek, tehát ez az tavasz meg ősz, debreceni kirándulások ritkában adódnak, sajnos pedig én szeretek Debrecenbe járni nagyon. Hát egy kálvinista embertől ezzel is vár. Ezt hiszem, nem? Kálvinista Róma, igen. Igen. Debrecen, Székesfehérvár, Dunakanyar. Apropó Debrecen. Ugye ez az előbb már kiderült, hogy nagyon szereted a színházat. Nem csak a zenés műfaj, hanem a komolyabb műfaj is. Debrecenben indult az egyik kedvenced, nem árulunk el nagy titkot, Latinovi Zoltánnak a karrierje. Sőt, az én volt osztályfőnököm, mint legjobb barát, Petes György ott állt az oldalán, mint művészeti vezető az akkori Debreceni színházban. Hát Márkus László is kezdett ott, hogy ő is kezdett ott, Szendrő József alapítvány. Hát ez egy legendás korszak volt a magyar színháznak. Debrecennek, tehát mint mondtuk, kitüntetett helye van a szívedben, és az előbb beszélgetünk róla, hogy kálvinista Róma. De régi református család sarjában. Fontos az életedben a hit, fontos a családod életében a hit. Egy pár szót, hogyha amennyit megenged, a magánszféra tisztelete, mondanál. Hát itt most annyit persze, hogy valóban református felmenőim vannak. De én és úgy tudom, egy hogy egész is lelkipásztorok is vannak, lelkipásztorok is. Édesapám volt a Dunamelléki Református Egyház területnek jogtanácsosa. Ez még a diktatúra időszakában nem, volt. Ez már, új időkben. Új időkben, igen, így van. És aztán hát ugye az én dédnagyapám református lelkipásztor volt, nagybátyám is, úgyhogy igen, tehát ilyen fontos a családotok, életében. Na, lassan meg is érkeztünk a focipálya környékére. Ez is gyerekkori emlékeket idézhet benned, ugye? Hajjaj, hát itt annyit fociztunk, persze még ez a kerítés nem állt itt akkor, de az én emlékeimben még ez úgy áll ez a pálya itt, hogy annak idején egy kis vacak kerítés volt, ami alatt simán át lehetett bújni, és rendszeresen rendeztünk itt születésnapokon, névnapokon olyan focikupákat, hogy az pár messze fotón, igen. Gézám, lassan meg is érkezünk ide a Gombához, ami, mint tudjuk, nem árulunk vele nagy titkot,
hogy nyári összejövetelénk színhelye egy-egy jó pohár bor mellett, egy-egy jó beszélgetés előfordul itt, és vár is ránk itt valaki, akit én természetesen a teljes spontaneitás jegyében ide rendeltem. Nem számítottam rá. Nem is gondolom, hogy számítottál rá. Szia, Gazi! Először szólt az Úristen Noé, itt a szülők, mostod meg, hogy jó ét. Uram, mester, már megöregettem, a számba jó bógyót nem vettem. Uram, mester, már megöregettem, a számba jó bógyót nem vettem. De másodszor szólt az Úristen Noé, hát a murcit kóstold meg, hogy jó ég. Uram, mester, kóstolgattam, vártam, genótára benne nem találtam. Uram, mester, kóstolgattam, vártam, genótára benne nem találtam. És harmadszor szólt az Úristen Noé, a borocskát kóstold meg, hogy jó ég. Uram, mester, ihaj, nári, sári, kezdek én már három Istent látni. Uram, mester, ihaj, nári, sári, kezdek én már három Istent látni. Köszönjük, Gazi. Köszönjük szépen, Gazi. Hát jó lenne a jó borocskát megkóstolni, de most nem tudjuk megkóstolni, mert nincs kedvünk, nincs kedvünk, meg zárva és is nincs van. Kellékesünk. Meg nincs kellékesünk, így van. Gézám, beszélgettünk a gyerekkorodról. Itt fociztál, ide jártál iskolába. Gulyásék legnagyobb fia mikor döntötte el, hogy ő is jogi pályára adja a fejét? Hát ez amikor a gimnázium vége felé volt már, mert én előtte más pályákkal is kacérkodtam, bár nem ismertük még egymást, de még akár lehettünk volna talán kollégák. Ehhez a tehetségen... Ha jól értem, ezek szerint a színművészet felé kacsingattál. Volt kacsingatás, de... Akkor innen a színházi szerelem. Az megmaradt, az nézőként megmaradt. A tehetségen kívül meg ehhez hiányzott talán az a végső elszánás, amit a mindokolt lett volna, úgyhogy... Szüleit támogatták volna? Hát, hogy is mondjam, megértő távolságtartással szemlélték. Hűvös távolság. Irányú, igen. Próbálkozásaimat, de aztán végül szinte automatikusan, vagy tehát adódott, hogy jogi pálya legyen ebből, és jogi egyetem, állam és jogtudományi kar, ahol is aztán 2003-ban végeztem, és akkor rögtön a bíróság, a Pesti Központi Kerületi Bíróság először fogalmazóként, majd aztán titkárként, és akkor végül ott majd egy évtized bírói pálya, és akkor Fehérvár. És akkor úgy lett Fehérvár. Igen. Milyen egy magyar büntető bíró átlagos napja? Milyen egy per Magyarországon? Mi, akik teljesen kívülállók vagyunk ez ügyben, nyilván... Hála Istennek! Nyilván nem konkrét eseteket kérdezve. Hogy zajlik egy büntető jogi tárgyalás? Hát, ha érdekli a nézőnket. Engem speciál érdekel, úgyhogy hallgatlak. Gyere el és nézd meg. Van egyet? Ilyen? Be lehet ülni és legát nézni? Persze, csak 14 éves múljon el az ember, hát ez neked egy pár évvel azért sikerült, már őszűsz is. Tehát, köszönöm szépen. Hát ugye létezik a vádirat, kezdetben vala a vádirat, amelyiket az ügyészség nyújtja be a bíróságra, a rendőrség, leginkább a rendőrség által, de más nyomozóhatóság is van, de mondom főszabály szerint a rendőrség által összegyűjtött jegyzőkönyvek, helyszíni szemle jegyzőkönyv, tanulkihallgatáshoz, szóval mindenféle bizonyítékkal. Amit én nem is lapra számolok, mert néha láttalak már hazafelé jönni, olyan 40-50 kiló. Hát több adria is van, nem tudom ez a tengeren kívül egyébként mit jelent, de így itt tartják számon a nagyobb mennyiségű iratot. Tehát, és akkor ugye azt azért illik nagyjából ismernie, meg nem nagyjából, nem is jól ismernie. És ez tényleg úgy is van, hogy hazahozod, és laponként átnyálazva mindent töviről hegyire. Igen, így van. És akkor ugye a tárgyaláson, ahogy azt a büntetőeljárásról szóló törvény előírja... Hát az a színpad. Hát az a színpad, így van egyébként ott is van. Sokszor gondoltam én erre, hogy ez is egyfajta színpad valóban. Más szabályok dominálnak, és nem annyira előre megírt a szöveg, de kétségtelen kiosztott szerepek vannak mindenkinek, a bíróságnak, vagy hát a bírónak is,
És akkor ugye a vádlott kihallgatásával kezdje az ember, ugye ő nem köteles vallomást tenni, ha akar tesz, hanem akkor nem, ő hazudhat is, az egyetlen szereplője a büntető eljárásnak. Megérzed azt, amikor egy vádlott hazudik? Hát nem olyan nagyon, attól függ, de máshonnan kezdem inkább a válaszadást, mert ugye azért alapvetően az, hogy az ember elolvassa az iratot, ahol már sokak, mondjuk tanúk általában, most szűkítsük le erre, elmondják, hogy ők mit láttak. És sokszor az teljesen egyértelmű, hogy amit elmondtak, az a vádlottra vonatkozik, és hogy ők látták a vádlottat, amit ezt vagy azt csinálja. Tehát az emberben nyilván egyfajta összkép azért kialakul. Most ha ehhez képest valaki nagyon mást mond vádlottként, máshogy védekezik, akkor azért abban elég hamar, hát látszik, hogy elég kibújik abban elég hamar, kibújik a szögazságból, köszönöm. És ha lehet olyan elképzelhető olyan védekezés, ami akár lehet iratoknak nagyjából megfelelő, illetve hát létezik persze az ártatlan vádlott, bár itt a magyar büntető eljárási szabályok olyanok, hogy azért elég jól általában meg van ez alapozva, de kétségtelen, hogy ott a bírósági tárgyalásra, hogy akkor ide térjünk vissza, ugye a meghallgatások alapján, meg iratbeszerzés, ha kell még, akkor addig föl nem merült, tanú merül föl, akkor azt is meg lehet, vagy kell idézni, ha szükséges, és akkor így aztán kialakul valamikor a tárgyalás végére egy elfogadható kép, bűnös, nem bűnös, ha bűnös, miben bűnös, mi legyen a büntetés, ha bűnös. Megütötte akkor a fülemet az előbb egy mondatot, hogy ártatlan vádlott. Mondtad. Igen, előfordul. Volt már előfordul. Olyan a praxisodban, hogy elítéltél valakit, és aztán az idő, a bizonyítékok másképpen, más megvilágításba helyezték a történetet? Én nekem ilyen nem volt. De vagy ez nagyon is, extrém? Hát ez viszonylag, persze nem lehetetlen, hát ugye minden lehet, és mindennek az ellenkezője is, és azért ugye a bíróság is, vagy a bíró is csak ember, és tévedhet. Én az orvos szoktam példának hozni, talán már ilyesmiről beszélgettünk is korábban is, hogy ugye az orvostól is, ha az ember objektíve próbálja nézni, és nem önmagát, vagy a hozzátartozóját betegnek tartva, vagy nem ő maga a szenvedő alanya, az orvostól se tudjuk azt megkövetelni, úgy gondolom nem lehet, és senkitől se, hogy ne tévedjem. És olykor az orvos tévedésének fatális következményei vannak, még fatálisabbak, mint egy bírói tévedésnek adott esetben. Így, hogy már nincs halálbüntetés, ugye ezt könnyen mondom. Viszont a bírói tévedés is lehet fatális, de ezt alázattal illik tudomásul venni, hogy ez benne van a lehetőségek között, hogy az ember téved, legjobb indulat és szándék ellenére is, és nem szabad, úgy gondolom, hibázik az a bíró, aki úgy gondolja, hogy ő tévedhetetlen, vagy hogy ő az igazságnak a forrás, a kútfeje. Nem. Kialakul egy jogszabályok által orientált, és az irat anyag, illetve a tárgyalások képe alapján kirajzolódó véleménye, amit aztán ítéletben elmond az ügyről. Természetesen a tévedés lehetősége is, mondom, mindenkor benne van, tehát azért elég sokat szoktam én töprengeni ítélet hozatal előtt, sok mindenen, azon is, amit az előbb felsoroltam, bűnös, nem bűnös. Szigorú vagy? Nem tartom magam én különösebben szigorúnak. Én úgy gondolom, hogy nem is nagyon szabad. És akkor ezzel ugye itt sok mindenki nyilván vitatkozna, meg ellentmondana, hogy hát dehogy nem, hát a bűnözőket hogyan lehet kesztyűs kézzel kezelni, de itt nem arról van szó voltak éppen, arról van szó inkább, hogy a társadalom érthető módon fél a bűnözőktől, indulatot táplál, vagy a bűnelkövetőktől, inkább használjuk ezt a kifejezést irántuk, mert ki van nekik szolgáltatva. A vádlott pedig a bírónak van kiszolgáltatva, és noha persze nagyon különböző a két fajta kiszolgáltatottságnak az eredője, a jellege is, de a kiszolgáltatottság mégiscsak kiszolgáltatottság. Én úgy gondolom, hogy persze tettarányos büntetést kell kiszabni, mindig is az a cél, de ha esetleg egy kicsit méltányosabb, mint kellene, még az a jobb, én szerintem. De ez az én véleményem, más kollégák lehet, hogy ezt másként látja. Volt már olyan, hogy egy bűnöző valamilyen módon megfenyegetett? Nem, soha. Nem.
nem is nagyon hallottam róla. Általában, ha valakit ér egyáltalán fenyegetés, akkor esetleg tanukat vagy más vádlottársakat, hogy mit és hogyan mondjanak a bíróság előtt. Én úgy gondolom, hogy ha az ember jól fogja föl, jól játssza el, maradjunk ennél a közös szakmai kifejezésnél, igen, a szerepét, és úgy beszél azon az egyetlen nyelven, a vádlottal is, legyen az akármilyen ember egyébként, azon az egyetlen nyelven, amit minden halandó ért ezen a földön, az emberin, a vox humánán, azon az egyetemes emberi hangon, amivel egyáltalán mindig a mindennapokban is kellene kapcsolatot teremteni, és így kéne a kontaktust fölvenni, de emberként kell kezelni azt is, aki kiszolgáltatottként ott áll, és függetlenül attól, hogy egyébként terheli-e, és ha igen, milyen bűn, legyen akár a erkölcsileg legelítélendőbb bűncselekmények közül való, ő is mégiscsak őt is anya szülte, tehát ezt azért nem szabad elfelejteni, és nem szabad hát valami megvetendő tárgyként tekinteni a vádlottra, és ezt általában érzik. Tehát az a tapasztalat, hogy meg lehet találni, én nekem hála Istennek nagyjából sikerült minden, úgy érzem, én mindenkivel megtalálni a közös hangot. Ami persze messze nem a szó nincs arra, hogy ez barátságá fejlődne, vagy, de ellenszenvésem. Tehát egy objektív, tárgyilagos nézőpontból, és úgy gondolom, hogy ezt kicsi rutinnal és kicsi empátiával nagyon könnyű elsajátítani, illetve aztán alkalmazni is. Volt olyan, hogy a kelleténél talán nagyobb szimpátia alakult ki egy bűnözővel kapcsolatban? Benned? Nem, de hadd helyesbítsek annyit, hogy vádlott, hívjuk úgy, hogy vádlott, vagy bűnöző, vagy nem. Világos, bocsánat, tehát, igen. Nem. Az persze, az más kérdés, hogy a adott esetben, pláne gondatlan bűncselekménynél az ember akár át is tudja érezni, hogy például nagyon kellemetlen lehet annak, belül, belsőleg, és egy életre szóló trauma, hogyha mondjuk halálos közúti balesetet okoz például. Illetve azt is, vannak ugye olyan cselekmények, akár a legsúlyosabbak is, amelyek, hogy ne legyen félreértés belőle, valamilyen szinten egy bizonyos mértékig erkölcsileg talán igazolhatók. És akkor ezt az ember persze látja, és ezen a szemvegen keresztül nézi a vádlottat is, de az, hogy szimpátiák vagy antipátiák alakuljanak ki bíró-vádlott viszonylatban, az egyrészt nem is kívánatos, de nem is fordul elő. Nagy élvezettel hallgatlak téged, ahogy a bírósági munkádról beszélgetsz, de azt hiszem, hogy lassan megfagyunk. Nincs még itt az igazi korai tavasz, ami egy kicsikét megmelengetne minket, úgyhogy lassan-lassan fölállunk, útra kelünk, és elindulunk harmadik helyszínünkre, de búcsúzva itt a Gombától, a Dunaparttól, megkérjük Gazit, hogy még egy bordalt, egy forralt bordalt adjon nekünk, hogy megmelegedve tudjunk áttelepülni a harmadik helyszínünkre. Máma, még nem ittunk semmit, nem lehet ez itt tovább. Inni kell, ha meghalunk is, ígyunk át rongyalát. Várján sok régi kocsma, várján sok hűbarát. Inni kell, ha meghalunk is, ígyunk át rongyalát. Inni kell, ha meghalunk is, ígyunk át rongyalát. Szóval bejöttünk a kinti hidegről, úgyhogy itt folytatjuk a beszélgetést. Hoztál nekünk néhány trófeát. Tekintettel arra, hogy a másik nagy hobbid, komoly hobbid a vadászat. Mesélj nekünk erről pár szót, légy szíves. Hogy indult ez a fajta szenvedély? Hát ez is, mint az összes többi, nekem minden gyerekkoromból indul. A vadászat is gyerekkori, pontosabban a természetek, a szeretete gyerekkori szenvedély. Én Walt Disney mesehősök mellett, de inkább nagyobb számban. Brémet olvasgattam gyerekkoromban, meg mindenféle buvár zsebkönyvet állatokról, és állatkertbe bérletem volt annak idején. Tehát rajongásig szeretem, és most ez furcsának tűnik, mert esetleg aki ránéz, azt mondja, hogy ez nem annak a bizonyítéka. Igen, ez mindig egy nagy ellentmondás. Azt mondják a vadászokról, hogy hát ha szereted az állatot, szereted a természetet, hogy tudod lelőni?
Igen, hát a velejárója mondhatnám, és a vadászatnak is sok aspektusa van, a vadkár elhárítástól kezdve a megfelelő szelekción át a kétségtelenül addig a szórakozásig, amit nem is a vad meglövése, hanem sokszor megfigyelése jelent. Ha az összes trófeámat nincsen nagyon sok, ide hordtam volna, és ehhez képest most volna időnk elmesélni azt a sok élményt, amikor nem lőttem, csak nézegettem. Csak egyébként váltál a természetben. Igen, igen, igen. És azért csodálatos dolog, sose érdekeltek engem a modern technika vívmányai, viszont nagyon is érdekelt, és részem volt benne verekedő gimbikákat látni a természetben, ahogy a malacokat, kis csíkos malacokat vezeti a koca. Tehát az sokkal-sokkal több olyan élményem van, ami néma maradt a puska. Bocsáss meg, nekem is van ilyen élményem. Kis csíkos malacokkal. Anya a koca, mögötte az apuka, és közte meg a kis malacok. Csak ez a hármas határhegyen volt gyerekkoromban, hogy mentem a 65-ös busz megállójába, hát majd frászt kaptam, nehogy valami parádé legyen ott a kis malacok környékén. Nem volt. Nem, hál' Istennek nem. Megnyugtathatlak, hogy semmi ilyesmi nem történt. Nem lőttél, jó? Csenden meghúzottam, a malacok elmentek, úgyhogy. Hát a vadisznó ugye mindenhol behúzódik. Kerteknél nálunk is sokszor ébredünk arra, hogy a kapu előtt föl van túrva az utca. De ez nem baj, tehát ez is a természet közeliséget és jelenti. És ez is a vadászatokban, ahogy amikor túlszaporult van, akkor... És ha visszatérünk oda, így van, tehát az sem mindegy, hogy mennyi a vaddisznó egy adott területen, adott esetben milyen kárt okoz, úgyhogy... Tehát olyan nem természet ellen való tevékenység ez messze nem, különösen úgy, hogy én azért 28-szor megfontolom, mielőtt lőnék. Még ha kísérő van mellettem, akkor is elgondolkodom rajta, és azt mondja, hogy ezt most lehet. Akkor is volt, mert én is nem lőttem, bár ajánlgatta. Tehát nem feltétlenül lőni kell. Ezek ugyan tárgyasult megtestesítői a vadászat olykori sikerességének. Teszem hozzá, mondjuk egy-egy ilyen tróf... Érmét is látok, vagy egy... Igen, ez így is van. Erről Széchenyi Zsigmond teljes mértékben kifejtette a úgy gondolom mindenki által vállalható véleményét az Ünnepnapok című könyvében, de a lényeg, hogy azért minden egyes ilyen trófeára, hát nem mondok szerintem sokat, azt mondom, hogy egy 10-15 eredménytelen, csak gyönyörködős vadászat jut. Tehát azért nem úgy van, hogy az ember mindig hoz be valami vadat, és csöpög az inge a meglőtt vadtól. Gézám, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Remélem, hogy jól érezted magad. Én köszönöm, persze. Ez jó volt, és hasznos volt, legalábbis kettőnk, mi jól éreztük magunkat. Így van, aztán majd meglátjuk, hogy a nézők hány kattintással fogják ezt nekünk honorálni, reméljük a legjobbakat. Köszönjük szépen még egyszer, és kvázi búcsú ajándékként fogadd el tőlünk Gazitól azt, amivel készült, hiszen a vadászok tiszteletére, a tiszteletedre, ha úgy tetszik, szeretnék meghallgatni Gazi előadásában, a harmonikával a vadászhimnuszt. A nézőinknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, reméljük, hogy legközelebb is velünk tartanak, és önök is jól érezték magukat. Köszönjük, hallgassuk Vaszlavi Gazember László. Vadász vagyok, unor magor nyomán, sok tűcset őrzök, mint egy szép hazám. Nágas, berekszik, erős rengeteg, sok vad bánja mindig jött meg. Szent a családi tűzhely, mint hitem s hazám, hozzájuk húz a vágyam magányos éjszakán. Szent a családi tűzhely, mint hitem s hazám, hozzájuk húz a vágyam magányos éjszakán. Vadász vagyok, erdőn, mezőn, tavon, jó ló visz úton, s visz vadnyomon. Tavas ragyog, s az eső csendesen, szalonka pán, ó, suhan mesztelen. Szent a családi tűzhely, mint hitem s hazám, hozzájuk húz a vágyam magányos éjszakán. Szent a családi tűzhely, mint hitem s hazám, hozzájuk húz a vágyam magányos éjszakán.